Magyarországon a ballagási ünnepségnek nagyon mélyre nyúló gyökerei vannak, 150 éves gyökerei, hiszen valamikor Selmecbányán, az akkori Erdészeti és Bányászati Akadémián tartották meg az első ballagási ünnepséget, és ez már, mint ahogy említettem, 150 évvel ezelőtt volt. Ez alól csak néhány év, néhány alkalom volt kivétel, amikor nem rendezhettek ballagási ünnepségeket, ilyen többek között a háború idején, és ilyen év van 2020-ban idén is sajnos a koronavírus járvány miatt, amit nem csak szülők, családok érintettek, pedagógusok, hanem elsősorban a diákok sajnálnak leginkább. 247-en vannak a városunkban, három középiskolában, akik ezen a hétvégén itt Bonyhádon is ballagási ünnepségeken vettek volna részt. Én magam ki valamikor 35 évvel ezelőtt érettségiztem, és pontosan emlékszem arra, amikor még kisdiákként a középiskolában arról álmodáztunk sorfalat állva, hogy milyen lesz az majd egyszer, amikor mindánk figyel mindenki, mi leszünk a főszereplők, és mi végzős diákként mi búcsúztatjuk az iskolánkat. Ezért pontosan tudom, hogy nagyon megérinti ez az érzés mindenkit, aki végzős és aki diák, és épp ezért sajnálom tiszta szívből, hogy ezt az élményt most, ezen a hétvégén nem élhetik át a középiskolásaink, akik végzősök, de arról is beszámolhatok, hogy a bonyhádi középiskolákban most csak virtuálisan, az internet segítségével fognak elbúcsúzni a diákoktól, de a későbbiekben, a nyár végén, az ősz folyamán pedig megtartják a ballagásokat információm és ismereteim szerint. Ahogy említettem, az én élményeim még csak 35 évre tekintenek vissza, de tudok másik példát is mondani. Szuplics Wendel bácsi 1938-ban érettségizett itt a bonyhádi gimnáziumban. Hát ha most gyors felszámolással kiszámoljuk, akkor 82 évvel ezelőtt. Ő idén töltötte be a 100. életévét, és minden évben, ha teheti, akkor közösen velünk együtt ünnepel a bősznapon. Bízunk benne, hogy így lesz ez idén is októberben, október 10-ére került áthelyezésre az idei bősznap. Az ő emlékei és élményei alapján is csak erősíti ezt a gondolatot, hogy mennyire kötődünk ahhoz a középiskolához, emberileg, érzelmileg, ahol egykor végeztünk, hiszen 82 évvel az érettségit követően is még fontosnak tartja valaki, hogy az egykori alma materit felkeresse és figyelemmel kísérje annak a mindennapjait. Szerintem ez mindent elmond. Hétfőtől magyar irodalommal kezdődnek 9 órától az érettségi vizsgák. Ehhez kívánok elsősorban nagyon jó egészséget minden érettségizőnek, minden vizsgázónak, a továbbiakhoz pedig nagyon sok sikert, a tanulmányaikat tekintve is.